Karna Margit Kishegyesen született, pályáját 1949-ben a Topolyai Járási Magyar Színháznál kezdte. Az utazó társulattal bejárta Vajdaság minden magyar lakta települését. 1960-ban megszüntették a Topolyai Színházat, ekkor a Szabadkai Népszínházhoz szerződött, ahol nyugdíjba vonulásáig a színház egyik meghatározó egyénisége volt. Annyit utaztunk, annyit éjszakáztunk, annyit mentünk, hogy... És nem autóbusszal mindig, hanem volt, amikor biciklin, traktorral, gyalog, és az idő pedig múlt. Tehát az, hogy még valami szakmát vagy, azt, amit az ember nem kapott meg az iskolában, azt kénytelen volt a darabok folyamán hozzáolvasni, hozzátanulni, akár korszakot, akár történelmi hátteret. Én nem tudnék más csinálni, csak ezt. 10 éves szünet után Spiró György egyik drámájában kapott főszerepet, amelynek megformálásához ugyanolyan erőbefektetéssel fogott hozzá, mint a pályafutása során a mintegy 170 darabban vállalt szerephez. Számos elismerésben részesült, a Szerbiai Drámaművészek Szövetsége is díjazta. Megkapta a Színi Kritikusok díját Budapesten, a Kisvárdai Fesztiválon pedig 2003-ban életműdíjjal tüntették ki.